Istenem, már kis, hol vagy? Mit csinálsz? Kis, ne csináld, ne csináld már, de... Hú, de utállak. Komolyan mondom. Miért kell felrobbantanod mindig a házat? Ja, csak be akartam menni. Cső. És így kell bejönni? Így kell bejönni a házba? Az ablakon akartam, nem tudom, hogy ekkor át fog robbanni, de nem baj, végül bent vagyok. Akkor meg tudtak dicsérni, hogy megjavítottad végre az ablakot, ami ki volt törve már egy éve miattad. Erre berobbantod az egész ház oldalát. Talán. Tadá. Ami nincs, azt nem kell megjavítani. Akkor ma nem kapsz húst. Csak szólok. De. Nem. Akkor megjavítom. Na, oké. Amint megjavított, kapsz kaját, oké? És na... Oké, adik... mennyit? 10-et mondjuk, jó? Jó, oké. Na, legyen. Addig adjál nekem valami kapát, és addig elkezdem csinálni a farmunkat, jó? Na, oké. De, nem, neked csak aranykapát adok, hamarabb el fog törni. Az is valami, de magokat is odaadod, a vizet is odaadod, meg ilyeneket toltok, ugye kell farmot csinálni. Ott van, tesszük, jó, van. Itt van mag. Jó, hagyjál békén, most már nem kell lesz. Jaj, Istenem, mit tudom én mi. Istenem. Na, jól van, csinálom inkább a kertünket, hogy legyen valami, nem tudom, túlélésre esélyünk, tudod. Nem is az a legfőbb lényeg, hogy igazából magokból fogunk élni, hanem az a legfőbb lényeg, hogy a magokból tudunk állatokat tenyészteni, és az állatokból lesz neked hús. Nem kellenek állatok, itt vagyunk én. Tessék, kész a ház! Szerinted a szék az úgy a földből nő, vagy mi? Aha, vagy hát nem a földből, hanem fáról. De... Aha. De hát... nézd, kész a ház. Na igen, nézzük, mit csináltál. Jó lett, oh. Szerintem. Ahhoz képest egész király. Nem is tettem erről rossz. Jó, na. Kaja. Tessék, itt van 10 darab. Mi történik? Jó napot! Miben segíthetünk? Azt a rosszat tőlem, nem tudja. Valami vizelegek az egyik házban. Maga miről beszél? Én az apukám. Apukád? Igen. Nem. De nem vagy kis. Miről beszéltek? Vagy most mi van? Nem tudom. Kis, te valamit nem mondtál el nekem? Vagy mi? Nem. Hát neked csak kis. De várjál már, te várjál, bocsánat, a nevedet ha túl megtudhatnám? Nem, kis. De amúgy kis. Igen? Igen. Kis. De nem te vagy kis. Nem te vagy kis. Ne verj át minket. Kis husi. Mi van? Igen. Mi van? Várjál már. Husi az anyukám, meg az apukám. Mi van? Kis, te valamit nem mondtál el nekem? Nem, én... Rühellem husit. Te komolyan... Te nektek született a gyereketek? Nem! Te kis... És játssza az eszét, mindjárt lőttem a vaslapát. Itt egy félig kutya és félig macska. Hát most ne szórakozz már velem. Hát én nem csináltam semmit! Hát Husival se beszéltem szerintem két hete. Oké, na várjál, teszeljük már, van nálad hal? Tudod, hogy van nálad hal? De hát azt arra használom, hogy húsít és meg lábába csalogassam. Jó, mindegy, csak várjál, le akarok valamit tesztelni, hogy biztosra menjünk. Tehát, hogy, na figyelj, esküszöm, kíváncsi vagyok, szia. Nos, kis húsi, kell neked hal? Igen. Tessék, ott egy kis hal. Kell neked hús? Igen. Tessék. Mi van? Mi van? Mind a kettőt szereti? Ez lehetetlen. Nem, ilyen létezik, ilyen lény. Mind a kettőt megeszi. Hát... És a búza? Oké, okay, búza kell. Új. Az nem kell neki. Oké, okay, tehát értem, szóval kis, te valamit még mindig titkolsz előlem, úgy érzem. Nem titkolok semmit, hazudik, tuti. Lehetetlen. Hát, hát, mit tagadod le a saját gyereknél? Mi vagy az? De! Jó, kis, tök mindegy mi történt, tudom, hogy hazudni próbálsz, vagy nem tudom. Vagy fogalmam sincs, erre nincsen magyarázat egyszerűen, tehát most... Hát de mi? Félig úgy néz ki, mint te, félig úgy meg, mint egy macska, igazából nem annyira húsa, nem annyira hasonlít. Nem. De szürke, lehet ezt tőled örökölt, meg amúgy a hangja is olyan, mint húsinak, szóval muszáj neki hinnünk. Hát akkor húsi cidlen engem, mert én biztos, hogy nem. Hát, pedig rád hasonlít jobban. Nem! Nézd már rá! Mióta van kék szemem? Kék szemem van? Hát húsinak kék szem van. De a másik szem az meg a te szemed. Hol a gülüsszem? Hát a gülüsszem jó, az nincsen, de attól függetlenül... Na, látod? Ennyi. Attól függetlenül rá, még a füle is olyasmi, nézd!
Hát... Na, látod. Hát neki ott a feje szélén van, nekem, és hát nekem a fejemnek az oldalán, neki ott elő van. Mindegy, muszáj rá vigyáznunk, nem hagyhatjuk csak itt kint az utcán. Na, kis sushi, gyere! De mi a miénk? Vagy mag sushi? Hát... Sushi hol van? Nem tudom, hogy hol van húsi, fogalmam sincsen. Úgy kéne erről megkérdezni, lehet többet tudná erről, mert én nem tudok semmit. Nem tudom, biztos elment valahova, fogalmam sincsen. Ó, tud dorombolni, de aranyos. És tud tudogatni is. Ez vicces, na várjál. Ez olyan kettő dolog, ami nem fér össze. Gyere ki, nézd, hozz vissza, gyerünk. Mi az? Hova? Várjál fel a csillére, Gyere, Dani! Gyere, szállj be, gyorsan! Ne, de nem tudok abba beszállni, mivel te is! Mindegy, ezt megszívtad. Jó, Istenem! Szegény, hogy követ minket! Na várjál, gyere kis, gyorsan fussál! Ne akarja szerintem még szülő lenni, még korai. Én nem akarok! Na, kis, ne, jön felém, hallod, jön felém! Oké! Ugorj le, csak ugorj le a vízbe! Gyere! Dani! Vízbe! Ugorj már le! Tényleg vízbe nem mer jönni akkor, hogyha azt tűzik, gyere a vízbe! Jó, ide a víz közepére! Gyere! Ide nem fog merni bejönni, nem? Ne! Ez lehetetlen! Csak visszahozta a kapát, tök aranyos! Mi arra? Nem! De! Itt a kapa csak visszahozta! Most mi az élsz? Nem, nem a miénk! Figyelj már, mondja, kis! Egy gyerek nagyon nagy felelősség! Ha már lett egy gyereked, akkor legalább neveld fel, érted? Nem? Mi van? Hát most, na, hogyha már legalább lett így egy gyereked, akkor már úgy legalább neveld fel! Azt mondod a szobán a kiskissel, mert ő nem! Hát nem azt mondom, csak érted? Várjál, egy dolog! Igen? Mi ez? Na nézzük, ettől fog eltölni minden. Ez, na? Vagy ez? Vagy mi mutattál neki? Ez, vagy ez? Ja, hogy melyik hús? Uh-huh. Dobd ki mind a kettőt! Dobd ki mind a kettőt! Hús az hús! Ez vagy az? Ez vagy az! Nem mindkettő, ez vagy az. De amit csinálja, akkor a fehér, ha csak úgy, akkor ez. Ez jó volt, vagy nem? Te a széket szereted jobban, vagy tévedek? Igen, de amikor te csinálod, akkor meg ez. Ja. És ő is ugyanezt mondta, te lehallgató kém cuccmolót. Honnan tud mindent? Honnan tud ennyit? És hogy lehet az, hogy amúgy, nem tudom, tehát gondolom, hogy nem él már nagyon sok ideje, vagy nem él sok ideje. És honnan, hogyha ennyire fiatal, úgymond, akkor honnan tud ő ennyit? Meg hogy tud egyetem beszélni? Érted? Fogalmam sincs semmire, de már teljesen fejlődve van. Hát, de ez már éleg egy ideje. Hát, na igen. Ez akkor sem mondja ez egész jó. Torta. Istenem, torta, sok is süti. Istenem. Ezeket kéred? Várjál, Dani. Gyertek haza, nincsen jobb ötletem. Látod ezt a szín? Igen. Így néz ki, anya. Igen. Anya a gyerek. Mi van? Mert húsi vagyok. Mi van? A húsi vagyok. Te nem lehetsz húsi. De húsi vagyok. Hogy lehetnél húsi? Nem vagy húsi. De húsi vagyok. Nem vagy de húsi. De nem húsi vagyok, csak átvertelek titeket. Mi van? Átvertelek titeket? Várjál, menj be egy kicsit a fürdőbe, most beszélni akarok Danival. Menj be a fürdőbe. Ja, jó ötlet. Most ez mi történt? Kimegyek? De várjám, ez a mi házunk is! Nyugi! Ja, bocsi, jó, nem TNT, nehogy megijedj a végén. Véletlenül sem az. Kis, ez a mi házunk... Kimen... Jó, nyugod, csináljad csak! Na, csináljad, robbantsad, gyerünk! Látlak ám! Srácok, úgy tűnik, hogy kutya-macska barátság ma nem lesz. Viszont nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Most eléggé szépen átvert minket. Nem mondok erre semmit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer találkozunk a következő videóban. Én Dani voltam, ők pedig a többiek. Sziasztok! Sziasztok!